a Vásárosnamény Ese, a Gergely Uvony Ese, a Vitka Ese és a helyi Diásport Egyesület kínál sportolási lehetőséget a Beregi város lakói számára, akik közül korosztálytól függetlenül sokan élnek is a lehetőséggel. A versenysport mellett a város adottságaiból adódóan a szabadidősportnak is jelentős szerepe van, mondta el a város polgármestere. Valamennyi sportág jelen van a város palettáján, a kajakkenusaink táborban voltak, a bringásaink folyamatosan jönnek, mennek, lesz 3 kerékpáros versenyünk is. Ugyanakkor a vízitúrázók nagy-nagy örömmel érkeznek meg Vásárosnaményba, a Beregszíve üdülőközpontba. Judó csarnokunk épült, tehát a judónak is fellegvára lehetünk majd hamarosan, a Vitka Ese pedig a kisvárdaiaknak a kézlabda egyik fellegvárának a alcsapataként működnek, és a utánpótlásban jeleskednek a kézlabdás lányaink. Vásárosnaményban a sport a helyén van, önkormányzatunk jelentős mértékben támogatja azt, ugyanakkor tudjuk azt, hogy a TAO-s források lehívása is kiemelkedő ebben. A sportcsarnokunk is hamarosan megújulhat, igaz, most még tartaléklistán vagyunk, de azon leszünk, hogy egy komplex, egész kerekrendszer tudjunk felépíteni itt Vásárosnaményban, a Bereg szívében. A megyei első osztályban szereplő Vásárosnamény Ese a legutóbbi, Csonka idényt a negyedik helyen fejezte be. A következő bajnokságban a mezőny első felét célozza meg a csapat. Nekünk a célunk mindenképpen a másodiktól tizedik helyen a nagycsapatnál. Egy dolgot kijelentek, és ezt vállalom is, nem biztos, hogy Vásárosnamény Esének bajnokságot kell nyernie, hiszen nincsenek meg a feltételeink. Szeretném azt, hogyha jövőre 2 megyei első osztályi csapatunk lenne. Nagyon szorítok a Gergely Ugornya Esének, nagyon jó csapatuk van, és 95%-ban helyi játékosokra épül, mint ahogy a mi csapatunkban is több, mint a fele a játékosoknak helyi. Az irány ez kell, hogy legyen, helyi. Tehát naményi, beregi kötődésű fiatalokat vigyünk be a csapatainkba, és akkor nem csak a láb, nem csak a fej, hanem a szív is beregi lesz, és győzni fog. A Madalina György által irányított csapattól 4-en távoztak, helyükre 5 új futballista érkezett. A Vásárosnamény első felkészülési meccsén 6-3-ra verte a Gyulaházát.